Böte István Kismányok polgármestere elmondta, nagy várakozással rendezték meg idén is az eseményt. Az előző évek tapasztalataiból kiindulva most is színes programokkal készültek kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Úgy szokott ez történni, hogy ugye először aki kiáll a színpadra, bemutatja a viseletét, honnan érkeztek, bemutatkoznak, és akkor igen, zenés-táncos program, illetve most Szászvárra jött egy csoport, ő egy színdarabot fog bemutatni. Ez most már a harmadik népviseletnapunk, amit itt az udvarban tartunk meg. Ha jól emlékszem, 2015-ben találták ki ezt a programot, és hát mi is csatlakoztunk hozzá, hisz ez az összetartozásunknak a részét képezi, az, hogy fölöltjük ezen a napon a viseletünket, és hál' Istennek igény is van rá, tavaly előtt is nagyon jól sikerültek a rendezvényeink, itt aki eljön, ugye megkóstolhatja a helyi jellegzetes ételeket, táncokat, népviseletet, bemutatót láthatnak, illetve a gyerekek is szerintem jól érzik magukat. Nek lent a Székelyportán felállítottunk egy kis kézzeltekeretes körhintát, kézműves foglalkozásokat tart a Kercsó család, illetve Bátaszékről jött a Szegedi Dezső, ő pedig ilyen kis egyszerű népi játékokat mutat be és lehet kipróbálni nála, illetve a Csűrben felállítottunk egy kis mozit, ahol ilyen székely vicces meséket lehet nézegetni. Ugye nem csak székely, hanem sváb ételek is lesznek. Sváb részről lesz a szaúresz, az egy ilyen savanykás disznóvágási étel, illetve egy ilyen káposztás, húsos káposzta végül is, gőzgombóccal, illetve székely részről pedig a bigfagaluska. A ruhadarabok drágának és különlegesnek számítottak, és számítanak mai napig is. Óvni és ápolni kellett ezeket, hiszen a gyermekek megörökölték szüleik és nagyszüleik viseletét. Szóval nagyon jó ötletnek találom az egész programot, hiszen úgy gondolom, hogy és úgy érzem, mert lassan én már 50 éve, hogy ugye itt viseletben járok, hogy az ember a felhúzza, akkor megváltozik az egyénisége. Megváltozik a kisugárzása, meg kell változzon a viselkedése is, hiszen egy viseletbe tudni kell, mind ahogy a neve van, tehát viselkedni. Én úgy gondolom ez a legfontosabb, amit az emberek és főleg a mai fiatalok számára mond, illetve az a tisztelet az őseink iránt, amit hordanunk kell és át kell adnunk. A bukovinai viseletekkel kapcsolatban ugye volt a hétköznapi viselet, aminél egyértelmű volt, hogy olyan jellemzők voltak, például a kendőnek a megkötése például, akkor maga az anyaga is olyan volt, amit mélyes napú, tehát mindennapi használatra használtak. Illetve volt az ünnepi viselet, ugye ami favirágoskor szoknyától kezdve tehát lehetne sorolni, ami megint csak ugye arról szólt, hogy tisztelték, és akárhova nem húzták föl. Ugye elmentek a templomba, illetve olyan alkalmakat, ami akár egy bál, vagy akár egy családi összejövetel alkalmával. De ugyanúgy a férfi viselet is hasonlóan, hiszen egy csizma ára, egy teénke ára volt. Hát valamilyen szinten változott ugye a lehetőségekhez képest, hiszen különböző anyagok jöttek be, általában a zsidóktól vették ott az anyagot Bukovinába, és hát annak megfelelően ugye gazdagodott végül is, de hát mivel a falvak, ugye 5 falu sem volt egyforma olyan szempontból, hogy volt, amelyik gazdagabb volt, mint például Isten segíts, jobbak voltak a földek, kevesebbet kellett azért a mindennapért dolgozni így, illetve hasznosabban, jobban tudtak több bevételhez jutni. Például András falván meg viszont nehezebb volt, úgyhogy itt sokkal többet kellett, de viszont archaikusabban megmaradtak így a viseletek, hiszen voltak katonáskodások, amik megint csak ugye különböző Székelyföld különböző területére mentek, és hoztak különböző viseleti formákat is természetesen, de hát azért igyekeztek mindenki a saját faluján belül is már, de a maga kultúráját megőrizni, hiszen nem lehetett ugye összevegyíteni, mert valamilyen szinten a polgáriasodás is elindult ugye a századfordulón, ez ugyanúgy a táncban jellemző volt, ugyanúgy a viseletben is. De itt a kornak megfelelően hordták, ugye itt a piros, tehát az élénk szín,
Piros ugye minél fiatalabb volt, a kislányok ugye azok hordták tulajdonképpen azokat a színeket, és ahogy idősödött, akkor minél inkább sötétebb volt az a hímzés, például a szedettingről beszélve, és ahogy már tényleg nagyon idős volt, akkor már csak fehérbe jelent ez meg. Tehát a kornak megfelelően mindenképpen. Tehát ugyanúgy a szoknya hossza is, ugye ezt külön odafigyeltek, és tehát tért fölött nem volt. Tehát mindig a térd alatt inkább minél lejjebb voltak. A viselet az ember egész lényét átjárja, formája erősíti. Ennek az értéknek az átadása számunkra szinte kötelező a mostani generációnak.